Engem az a megtiszteltetés ért, hogy ebben a darabban Rómeót alakíthatom, amit egy nagyon nagy kihívásnak érzek. Rómeóval nagyon sok minden történik, és leginkább ezzel tudnám kifejezni, hogy vele így történnek a dolgok. Az érzelmei vezérlik, és befolyásolják a döntéseit, amik ilyetén módon rengetegszer nem jó döntések. És hát igazából ez egy nagyon ifjonti sors, tragédia az ő útja, ráadásul nagyon rövid út, kb. 3 nap alatt megy tönkre, majd aztán éled újra, majd megint tönkre megy, majd megint éled újra. Abban mindenképpen van hasonlóság, hogy nagyon tudok szerelmes lenni. És akkor nagyon heroikus cselekedetekre vagyok képes, és szeretek is ilyen gesztusokat tenni, valahogy éltet engem ez a dolog. Mindemellett azért a Rómeóhoz képest én azt hiszem egy elég megfontolt valaki vagyok, tehát nem ugrom bele a hideg vízbe. A szerelmet eljátszani szerintem egy nagyon nehéz feladat, kell hozzá egy partner, akivel ez működik. De hát ez a fajta érzés, amit az ember úgymond az életében szerelemnek érez, és ami ilyenkor végig megy bennünk, azt én nem tudom, hogy színpadon lehet-e reprodukálni belsőleg, hogy meg lehet-e teremteni azt az érzést. Erre lehet fizikai gesztusokat találni, esetlegesen mondjuk fizikai fájdalmakat, amikor az embernek pillangók vannak a hasában. Ilyeneket elő lehet hozni. Mert én nem képzeltem el sehogy ezt a karaktert. Én úgy voltam ezzel, hogy nagyon örültem a megkeresésnek, annak is, hogy itt dolgozhatom, annak is, hogy a Szente Vajkal dolgozhatom. Ezen a produkción nagyon érdekelt az ő munkássága, és az, hogy ő hogyan gondolkodik. Ebben segít a Varró Dániel szöveg is, szerintem az érthetőségben és ebben a frappánságban, hogy úgy mondjam. Jól lehet pörgetni ezeket a szövegeket. Úgy érzem, odafönt valamilyen végzet függ a csillagokban. Ijesztő útja ma kellett mindig. A mélyben állt a sors idő előtt, és ezt hozza majd a gyors halálomat. Menjünk, benne legyen a... Neki sorson vigyázza. Vezessen ő az utamon. Rajta légy, urak! Őszintén, hogyha választanom kéne egy szerepet a Rómeós Júliából, tehát azt mondanák nekem, hogy bármelyik lehetsz, akkor biztos, hogy nem Rómeót választanám első körben. Nem győzöm hangsúlyozni, egy nagyon nehéz feladat szerintem. Ezt a naivitást és ezt a csapongó lélekállapotot igazol. Ha neked is dugik van, örömmel a születés. Van szabad. De mind nekem. Nem. Újjon. Édesed a levegőt és zengel lágy zenével, drága találkozásból kifestő jövendő boldogság dicséret. Nagyon lelkesít az egész. Nyilvánvalóan nagyon izgultam, hogy milyen lesz itt, azért itt van egy nagyon összeszokott csapat, nagyon közel állnak egymáshoz az emberek, azt érzem. De az első pillanattól kezdve nagyon befogadóak voltak. Nekem ez volt a legnehezebb az elején, hogy mindenkinek be kell mutatkozni, és mindenkinek meg is kell jegyezni a nevét. Egy nagyon jó humorral nyúl ehhez a történethez. A kollégáim is nagyon jó humorral nyúlnak hozzá, és én is igyekszem ehhez a humorhoz idomulni. Ez egy nagyon fontos történet, aminek szerintem fontos, hogy minél több emberhez eljusson. Hiszen az emberek tudják, hogy mi az a Rómeó és Júlia, nem arra ülnek be, hogy akkor na most megnézzük a Rómeó és Júliát, hanem az érdekli őket, hogy akkor ez hogyan lesz Rómeó és Júlia.